A Városháza dísztermében megrendezett díjátadón jutalmazták az áprilisban meghirdetett Maradj otthon, készíts fotót otthon és a Maradj otthon, verselj otthon elnevezésű pályázatok alkotóit. Ezeknek a felhívásoknak a legfőbb célja az volt, hogy előtérbe kerüljenek az otthonainkban, kertjeinkben lévő fák, virágok, valamint a gyerekek mellett a felnőttek is bemutathassák szavaló tudásukat. Az elmúlt hetekben közel 120 pályamű érkezett be, melyeket napról napra közé tették a város Facebook oldalain. Az oldalakon található pályázatokra leadott lájkok összegzése alapján születtek meg a végeredmények, melyek a következők. A Maradj otthon, készíts fotót otthon nyertese Szabóné Dér Julianna lett. A Maradj otthon, verselj otthon pályázatra a legtöbb szavazatot Erdei Anna kapta. A két pályázat nyertese egy-egy Nánási Portéka ajándékcsomagot vehetett át, emellett a játék résztvevői között is kisorsoltak egy Nánási Portéka termékekből összeállított ajándékcsomagot. A sorsolás eredményeképpen Kalapos Inci és Pásztor Anna Zoé lettek a szerencsés kiválasztottak.